Szeretettel köszöntelek, Ládonyi Bori vagyok. Mai jóga gyakorlás és sarokülésben kezdjük el. Görgesd hátra a vállaidat, és pillesd magad alá finoman a medencédet. Fejed búbjával nyújtózz el a medencédtől, és lazítsd el a nyakadat, válladat. Engedd le csukodni a szemeidet, és a figyelmedet fordítsd befelé. Engedd hátra a napod eddigi történéseit. Akár egy mélyebb be- és kilégzéssel érkezz meg a jelen pillanatba. Legközelebb a belégzéssel nyújtózz fel az ég felé. Kilégzéssel aztán engedd le hátul, kulcsold a két kezed. Nyisd a szíved, és a kilégzéssel hajolj meg. Támaszd le a homlokod, és a karokkal nyújtózz az ég felé. Lélegezz mélyen. Belégzéssel aztán gördülj fel. Bontsd a kulcsolást, nyújtózz a magasban, nyújtsd el a karokat. Kilégzéssel tedd össze a két tenyered, hozd le a szívedhez. Legközelebb innen nyújtsd előre a két kart, és told fölfelé a tenyereket. Forgasd a könyököt, told előre a tenyered, és told magad fölé a tenyereidet. Ezzel a mozdulattal átmelegítjük a könyök és csukló ízületeit, kézfej ízületeit. Legközelebb fordulj el egyik oldalra a belégzéssel, kilégzéssel előre nyújtsd a két kezed. Belégzés másik oldalt, és vissza. Hagyd, hogy ez a csavarás, ez bemelegítés maradjon. Nem kell erőltetned. Utoljára belégzés, és a kilégzéssel fordulj vissza előre. Nyújtózz a két karral az ég felé, és kulcsold ismét a kezeidet. Belégzéssel nyisd meg a szíved, kilégzés hajolj meg. Lassú, egyenletes légzés. Belégzéssel gördülj lassan fel, nyújtsd a két kart, érintsd össze a tenyereidet, és hozd le a szívedhez. Innen pedig csak sétáljunk előre, sarokülésből nyújtózz előre. Puhán gördülj fel, és átmelegítjük a gerincet egy marcsari mozdulattal, belégzéssel nyisd a mellkast, kilégzéssel pedig domborítsd a hátad. Belégzéssel hajlítsd a könyököket, nézz föl, kilégzéssel told bele a talajba a két tenyered, nyújtsd a kart. Engedd meg, hogy ez a mozdulat puha maradjon, nem kell kitolnod a határaidra, és ha jössz a legközelebb tovább, akkor emeld a két térdet, onnan pedig állj rá, talpadra lefele néző kutyába sétálj, pedálozz a lábaiddal, nyújtsd át a vádlidat, talpadat, mobilizáld a bokádat, és figyeld meg, hogy közben változik a légzésed. Tartsd meg egyszer-egyszer, picit hosszabban a lábakat. És aztán csak állj bele a homukasvanászana. Lélegezz mélyen. Gördülj előre, dandászana egy fekvőtámasz helyzetbe, és a kilégzéssel ismét told hátra a testsúlyt, sétálj a lábak felé, és puhán letolva a talpaidat gördülj fel az ég felé, nyújtóz. Kilégzéssel hozd le a két kezed, kulcsold a karokat, nyisd meg a szíved, és a kilégzéssel hajolj meg előre. Továbbra is távolítsd a vállaidat a fülettől, és engedd, hogy a gravitáció húzza a talaj felé a két karodat.
Legközelebb a belégzéssel gördülj fel, mintha a karok húznának. Emeld fel, magas tartás, kilégzéssel utkatászana, széktartás. Ereszkedj le előrehajlásba, lazítsd a tarkód, és sétálj ebből előre. És mint a dandászana helyzetbe központosíts, finoman közben told hátra a sarkaidat. Sarkadtól nyújtóz a fejed búbjáig, kilégzéssel ismét lefele néző kutya. Indulj hátra a kezeiddel, és puhán gördülj fel csigujáról csigujára. Nyújtsd a magasba és tovább a karokat. Kilégzéssel kulcsold máshogyan a kezed, mint hogy automatikusan tennéd, és a belégzés után a kilégzéssel hajolj ismét előre. Lélegezd át a vállakat, nagyon sok feszültséget vagyunk képesek a vállakban raktározni. És ez az ászana tökéletes arra, hogy kioldódjanak ezek a feszültségek. Legközelebb letolva a talpaidat, puhán gördülj fel, nyújtózz az ég felé, kilégzés, széktartás, hajolj előre. És innen a kezekkel sétálj ismét egy dandászana a helyzetbe, húzd a köldököd a gerinc irányába. Hosszú mély légzés. Told aztán hátra ismét a súlyodat, nyújtsd a lábakat. Leengedjük a két térdet, négy kézláb helyzet, domboríts a hátaddal. Belégzés, ismét homoríts. Párszor ezt ismételd meg, ezt a mozdulatot, figyeld meg, hogy miben más, mint elsőre volt. Milyen érzetek keletkeznek. Találd meg majd az egyenest a hátaddal, és a bal kart nyújtsd oldalra, kilégzéssel fordulj. Emeld oldalra, és állítsd a talaj fölött meg a válladat. Köldökkel aktívan dolgozz, mintha abból mozdulnál. Legközelebb aztán tartsd meg egy kicsit hosszabban, és akár át is karolhatod a mellkast. Tartsd meg, lélegezz, és nyújtsd aztán a bal kart magad fölé, nyisd meg a szíved, engedd le a talajra. És egy pár marcsali mozdulat, homorítás, domborítás, semlegesítsd ezzel a hátadat a csavarás után. Középen állítsd meg, oldalra hozd most a jobb kart, és a kilégzéssel fordulj. Dolgozz itt is a köldöködből, mintha a köldöködből mozdítanád, és aztán öleld át magad, tartsd meg a csavarást. Lélegezz hosszan és egyenletesen. Belégzéssel aztán nyújtsd a jobb kart a mennyezet felé, támaszkodj le, és ismét egy pár marcsoli mozdulat. Érzékeld az ízületeidben a teret. Feszítsd vissza a lábakat majd, és egy lefele néző kutyába nyújtózkodj meg. Lélegezz mélyen. Emeld a bal lábadat magasba, hajlítsd, és túld a sarkadat messzire. Farizom aktívvá válik, és nyisd a csípőd ezzel. Nagyon lassan vezesd előre ezt a bal lábat, lépj a két kéz közé, tedd le a térdet, és a belégzéssel aztán nyújtózz a magasba. A kilégzéssel támaszd a kezeidet le, és finoman ülj hátra a sarkad felé. Folytasd ezt a két mozdulatot, és tudatosítsd, hogy mit érzel a csípődben. Ha jössz tovább, akkor ne támaszkodj le a kezekkel, hanem nyújtózz magad elé. Egyensúly.
Tedd majd le a két kezed, és a bal lábat emeld ismét a magasba, ahonnan jöttünk az előbb. Told magasba a sarkat, és innen fordulj szembe, lassan ereszkedj le, tartsd a magasban a bal lábat, engedd le a mellkast, csúszz előre, hátra válkör, kobra, kilégzéssel hasonfekvés, majd megint a bal lábat nyújtsd, és onnan told a sarkad ismét. Engedd le a lábat, add homokos vanászana, lefele néző kutya. Sétálj a kezekkel hátra, csak lógj, és abból gördülj fel. Nyújtsd a karokat az égig, kilégzéssel kulcsold a hátad mögött, belégzés, nyisd a mellkast, kilégzéssel alázattal hajolj meg. Innen rögtön egy széktartásba érkez, utkatászana, hajolj előre és sétálj a kezekkel. Lefele néző kutya. Lélegezz mélyen, hosszan, és legközelebb majd a másik lábbal fogjuk folytatni. Emeld fel a jobb lábad a mennyezet felé, hajlítsd a lábad és told a sarkad megint az átellenes vállad irányába. Lélegezz hosszan. Nagyon lassan és precízen, minden zökkenést kerülve, lépj előre a két kéz közé, tedd le a térded. Nyújtózz föl a két karral, belégzés. Kilégzéssel támaszkodj le, és ülj hátra a sarkad felé. Folytasd itt is, belégzéssel nyújtsd a két kart, és a kilégzéssel ülj hátra. Akár megint nyújthatod előre a kezeket. Támaszd le majd a tenyereket, és emeld a jobb lábad a magasba, told a sarkad messzire. Mély hosszú légzések. Innen fordulj szembe, és lassan ereszkedj le, letelted a térded, a szíved, és csúsz előre hasonfekvés, kobra. Kilégzéssel olvadj le a talajra, nyújtsd ismét a jobb lábad, és told a magasba, utoljára. Engedd le a lábad, lefele néző kutya. Sétálj innen hátra, és puhán letolva a két talpat, gördülj fel állásba. Belégzéssel magas tartás, kilégzés, kéz kulcsolása hát mögött. Nyisd a szíved, és hajolj meg. Lúgasd a fejed, és lassan, ismét utkatászanába érkez meg széktartás, erős comb. Sétálj előre a kezekkel. Lefele néző kutyába nyújtózz meg. Innen aztán engedjük le a térdeket, keresztezd a lábad, és egy picit ülj előrébb, legyen a hátad mögött hely. Hozd a bal kart, és mintha egy íjat húznál fel, vidd a hátad mögé, támaszd le a kezed. Tartsd meg ezt az egyszerű csavart helyzetet, úgy, hogy mind a két ülőcsonton hagyod a testsúlyt. Lassan vezess vissza a karod, belégzéssel nyisd a mellkast, kilégzéssel pedig domboríts, ismét semlegesítsd a hátizmokat. Innen a jobb kart húzd hátra, mintha egy íjat húznál, tekintet is a jobb váll fölött elnéz messzeségbe, és lassan vezess vissza, belégzés homorítás, kilégzés domborítás. Ő kényelmesen, és aztán csigolyáról csigolyára puhán gördülj le a talajra. Egy fordított testtartást fogunk végezni, ami nagyon ismert, gyertyapóz. Hogyha fáj a nyakad, vagy az a menzesz első pár napjában, vagy nem esne jól, akkor ezt hagyd ki ezt a gyakorlatot.
Máskülönben pedig hozd a térdeidet a homlokodra, kulcsold a két kezed, ahogy a gyakorlatok alatt is tettük, majd onnan támaszd a derekad a tenyerekkel, és nyújtsd az ég felé a lábakat. Mély hasi légzés, nézheted is a hasadat, ahogy tágul és szűkül a légzéssel. Figyeld meg a változásokat a lábadban, törzsedben, nyak hátulsó részében és a fejben. Lassan aztán egy eketartásba engedd le a fejed mögé a lábakat, két kart nyújtsd a lábfejek irányába, és hagyd, hogy teljesen ellazuljon a törzs, ellazuljanak a hátizmok. Innen lassan emeld vissza a lábad, és csigolyáról csigolyára, kontrollal ereszkedj vissza a talajra. Fújd ki a levegőt, és helyezkedj el kényelmesen pihenéshez. Picit emeld el a fejed, nyújtsd el a nyakat, és tedd le a fejed. Emeld a bolkort, nyújtsd el, és onnan ernyezd, engedd el. Majd a bal lábad, engedd le, jobb lábad, engedd le, jobb kar, engedd le. Vegyél egy mélyebb belégzést, és egy hosszabb, mély kilégzéssel teljesen süppedj bele a talajba. Lazítsd az arcizmait, homlokodat, szemedet. Engedd el az aktivitást, és hagyd, hogy a gyakorlatok, ászanák kifejtsék a jótékony hatásukat a pihenéskor. Hagyd, hogy minden egyes kilégzéssel elnehezüljön a test. Egy pár percig pihenj meg ebben a relaxált helyzetben, figyelve a légzésedet.